235-ös ének első verszakának eléneklése alatt kérjük a cénekart, hogy álljon be, és tőlük hallatunk meg egy-két éneket, és utána a keresztelőket kerül nem nagyon sokat. Tehát a 235-ös ének első verszakát fogjuk elénekelni, így kezdődik ez, menj elől úgy, merre. Beérkezik, addig elmondom, hogy mit énekünk. Kaptunk tegnap olyan kérést, hogy még egyszer ugyanazt, amit tegnap. Erről eszembe jutott az a régi történet, hogy a tenor szólista elénekli a nagy áriát, visszatapsolják, még egyszer elénekli, megint visszatapsolják. Harmadszor is elénekli, még mindig visszatapsolják, és akkor elnézést kért, hogy többet nem bírja elénekelni. Megszólal egy hangkától, hogy addig énekled, míg meg nem tanulod. Hát mi most akkor még egyszer elénekünk egyet, amit tegnap is, lehet, hogy nem azt, amit valaki szeretett volna. Egy Laudátét énekelj az Úrnak, te egész föld, minden népek, nemzetek, és az Úr igazsága mindörökké megmarad. A másik kis ének az tulajdonképpen egy úrvacsorai ének, ma nem lesz úrvacsora, de ez arra biztat minket, ez a kis angol nyelvű ének, azért mondom, hogy nem magyarul szól. Hogy térdre hullva törjük meg együtt a kenyeret, térdre hullva ígyunk együtt a pohárból, és térdre hullva imádkozunk együtt Istenhez. A harmadik kis énekkel pedig szeretnénk mindenkire áldást kérni, majd ha hazafelé megy az úton, akkor is az Úr vigyázzon mindannyiunkra. Akkor először egy Laudate, aztán egy úrvacsorai ének, és végül pedig egy áldást kérés. Laudate, laudate, laudate Deum, omnes 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 omn
Zsombikának köszönjük szépen, hogy ilyen türelmes már Jani idéz, kicsit beszélgetünk, hogy arra következtetésre jutunk, hogy van neki valamia, van véleménye is a dolgokról. Most kérjük szépen, hogy a szülők, amit a Afrika, és a keresztszülők jöjjenek ide előre a keresztelők kívülhoz. A családból a gyerekek ide jöjjenek a hatalma, közelről akarják nézni, hogy mit történik. Gyerekek ide jöjjenek. Kifogadott a Szentlélektől, született Szent Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolba, harmadnapon halottaiból felment a mennyekbe, ott a mindenható lehetőségek jobbján, onnan jönnek ítélni élőket és holtakat, a szek szentélekben, hiszen az egyetemes szemészetek házad, szentek egyességét, bűnöjön bocsánatát, és feltámadását, és az örök életben. Amen. Kérdezek benneteket, hogy hiszitek-e? Igen? Mindenki hiszi? Mindenki? Te is hiszed? Végül nem hiszi ezt, és kérdezem, hogy akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, megvallva ezzel, hogy ő Isten gyermeke is, Krisztus egyházának tagja, akarjátok-e. Keresztnek, hogy vállaljátok-e, hogy akár az egyház segítségével gondoskodtok egy gyermek hívő keresztényi növekedéséről, vállaljátok. Vállalja. Akkor megkérdezzük még egyszer, hogy mi ennek a gyermeknek a neve. Tamás Tibor. Köszönjük neked ezt a kisgyermeket, áld meg az ő életét, áld meg szívedet, családját, hagycsaládját, segíts meg őket, hogy a te dicsőségedre menjen fel, őrizd meg ezen az úton, kérünk. Amen. Aki az orgonánában játszott valamit, én meg kérlek titeket, hogy fogadjátok be, őt egy kicsit gyorsabban fogunk menni, fogadjátok be Dominikát, őket csinogatja a lábát. Kérünk, hogy aki akarja, érintse meg Tomikát. Tomi, téged fogadjuk ki, legyen.
orcáját rajtatok, fordítsa az Úr az ő orcáját reátok, és adjon békességet nékünk. Amen. Amen. Legyetek békével, az Úr legyen veletek, aki akar maradjon mégis, hogyha elfogyott a türelem, ki is lehet ülni a szabadba, sátorba, ebédre is szeretettel válaszolni, aki tud maradni, de aki ki akar menni, fogítva! Ezekről gondolkodjatok, amiket tanultatok is,
El is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békesség Istene veletek lesz. A programunkban így olvashatjuk a rávezető gondolatainkat. Isten békessége mindenféle körülmények között megtapasztalható, nem földrajz vagy időfüggő, minden értelmet meghalad, mert akkor is elnyerhető, amikor a körülmények semmi okot nem szolgáltatnak rá, és egyáltalán nem logikus. Nagyon jól ismert ez az ige, az alapigénk, és gondolkoztam így ezen egy-két napja, mióta megtudtam, hogy erről kell itt igét hirdetnem, és aztán tegnap este jutott eszembe az a gondolat, hogy hol is található ez a Filippi beliekhez írott levélben. Honnan is írta Pál a Filippi belieknek ezt a levelet? Fogságból. Fogságból írja ezeket a szavakat Pál. A békességünk nem a körülmények függvénye. Gondoljunk például Noéra, hogy egy nagyot ugorja visszafelé időben. Az özönvíz történetét így utólag olvasva a Szentírásból, különösen úgy, hogy ismerjük a végét, hogy happy endre végződik, talán nem olyan tragikus legalábbis az én számomra, de hogyha belegondolunk abba, hogy éveken keresztül kellett Noénak családjának építeni a bárkát, mert tudta, hogy lesz egy nagy özönvíz, és amikor elérkezett ez a 40 napig tartó vihar, amiben minden ember és állat, aki nem jutott be a bárkába, nem ment be, az elpusztult, hát ez egy igen súlyos és óriási vihar volt, nem egy idilli állapot lehetett, és Noénak és családjának és az állatoknak talán mégiscsak gondolhatunk arra, hogy békességük volt. Szintén nem a körülmények függvénye volt ez. Vagy csak a másik két példát röviden említsek, amik elém jöttek, Józsefnek a története, csak egy epizódot kiemelve, amikor tudjuk, hogy őt eladják rabszolgának, és amikor már úgy tűnik, hogy jobbra fordul a sorsa, akkor börtönbe kerül, szintén a börtönjön elő, érdekes ez a gondolat, hogy Pálnál, vagy Silásnál. Börtönbe kerül, és úgy olvasunk ott az igében, pedig tudjuk, hogy több évig volt börtönben ő is, de az Úr Józseffel volt. Nem a körülmények függvényeként lehetett neki is békessége. Vagy utolsó példaként említve Sidrák, Misák és Abednégó története jutott még eszembe, Nabukodonozor királynak a rendelete, hogy mindenkinek imádnia kell ezt az álló szobrot, bármány képet, és mit mond ez a három fiatal, ami Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen utóra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet te állítottál, nem imádjuk. Belső békesség nélkül lehet-e így nyilatkozni? Alapigényeket három kis mondat részre bontottam. Az első, ahogy kezdődik, Isten békessége. Isten békessége. Nem a miénk, nem mi préseljük ki magunkból ezt a dolgot, nem mi állítjuk elő, legfeljebb megtanuljuk felismerni magunkban, amikor elérjük ezt az állapotot, ez az örökkévalótól származik, mindennek alkotójától és teremtőjétől, ő az, akitől ez a
kékesség, amiről itt gondolkodunk, ez származik. Ő a mindenség ura, ismer mindent, minket is, minden egyes embert. Ő alkotott minket ilyennek, hogy békétlenség is tud urá lenni rajtunk, de a békesség állapotát is elérhetjük. Azt gondolom, hogy mint minden jó dolog, ez már mint a békesség sem jön magától, hanem meg kell küzdenünk érte, és erre egy pár is utal, majd erre is kitérek, legalábbis meg kell szereznünk magunknak, nem múlik az örömbe. Igeolvasás, imádság, magunkra figyeléseket, segítséget jelentetnek ebben a dologban Istennek a békességehez, és Isten nem önmagának akarja megtartani, hanem talán erre is mondhatjuk, hogy személyválogatást adja mindenkinek, készségesen adja ezt is, mint hogy minden áldását adja. A második kis mondatrész, hogy minden értelmet felülhaladó békesség ez. Körülbelül 25 évvel ezelőtt lehetett, mikor jártam főiskolára, közgazdász képzésre, és ott az egyik előadás során bemutattak egy olyan számítógépes programot, ami addig talán előttem ismeretlen volt, más program volt ez, mint a szokásos, egy nyelvtanulás segítő program, számítógéphez csatlakoztattak mikrofont, akkoriban még az sem volt annyira a hétköznapi, mint manapság, mikrofonba belemondtuk a nyelvtanulás során kiejtendő szót, a számítógép kirajzolta a görbét, hogy milyen hangsúlya mondta, sőt maga a számítógép visszamondta a helyes módon, megnézhetik, hogy hogy viszonyul a kettő egymáshoz. Tehát a szája néztem ezt akkoriban, ez nagyon nagy újdonság volt, manapság már nem. Az emberi értelem, a csúcs technológia segítségével nagyon sok mindent el tud érni. Informatikusok vagy hadipar területén dolgozók sok mindent tudnának erről mondani. Én nem kevéssé vagyok kellett, de azt látom a számítógépen, okos telefonok terén, hogy micsoda fejlődésünknek keresztül, akár csak az elmúlt 25 év során. De a békességet, ezt nem lehet az értelmünkkel elérni, nem lehet ilyen módon megszerezni, nem lehet programot írni rá, tudtam, ha egészítsenek ki, ott nálam jobban informatikához értő jelenlegűk, tudtam, ha nem lehet programot írni arra, hogy csatlakoztatok magam a számítógéphez, és legyen békessége. Ez ilyen módon nem elérhető. Minden értelmet felülhalad, mert talán a templomban jelenlevők is, vagy a kertben levők is megtapasztalhatták, hogy akár egy szent pillantás alatt el lehet érni ezt a békességet, ami Istentől jön. És bármilyen körülmények között elérhető ez, hogy az előbb említett példákon is látható, nem a körülményeknek a függvénye, és ez a racionalitásnak teljesen ellene mond, hogy börtönben, viharban, életveszélyben is lehet békessége. A harmadik mondatrész ebből az igényből, hogy meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. És egy kis gyakorlati mutatást is ad itt nekünk Pál, a Filippieknek, akiknek írta először, a békesség megszerzéséhez és megőrzéséhez. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, kezdődik ez a szakasz előtte, személyes üdvözletek, köszöntések, instrukciók vannak megnevezett személyekhez. Örüljetek! A zugolódók és sértegetés jellemzi az életemet, péntek esti szolgálatra visszautalva, mint a Nábán,
gazdag ember, nem volt békessége, hogy egy apró ajándékot adjon Dávidnak, vitézeinek. Zugolódás és értegetés van bennünk, akkor az, mintha nem tudja megférni a békességgel, ez elűzi. Aztán, ha öröm van bennem, az Úrban való öröm, akkor jellemezheti a békesség az életemet. Semmi felül ne aggódjatok. Az aggodalmaskodás lehet, hogy szintén egy olyan dolog, ami elűzi a békességemet, de hogyha imádkozom, és ez az ige különösen is sokat jelent nekem, és próbálom is ezt gyakorolni, minden alkalommal hálaadásra viszem az Úr elé a kéréseimet, a kívánságaimat, gondolataimat, nem csak azok kérések motiválnak engem, amire fókuszálok, és amit el szeretnék érni, hanem hálaadásra vihetem az Úr elé imádságban a kéréseimet. Ez is, mintha segítene abban, hogy gyakorlatban, hogy elűzze a békétlenséget és békességet hozzon a szívembe. Megőrzi a szíveiteket, mintha ez az érzésekre utalna, hogy megőrzi a békesség érzését bennem. Ez mintha inkább az Úr része lenne, gondolom, de picit el is bizonytalanodtam, mert ez is, hogy ennek érdekében is tehetem a következő gondolatokat, amiket itt Pál mond és javasol, mert hogy a gondolataimat, azokat már én irányítom valamilyen formában, illetve Luther szavait idézve, aki ugye a kísértésre vonatkozóan mondta azt, hogy ezt nem tudjuk megakadályozni, hogy a madarak elrepüljenek a fejünk felett magasan, de azt meg tudjuk akadályozni, hogy a fészket rakjanak a fejünkön. Kísértéseket nem tudjuk befolyásolni, és ott van a gondolatainkat sem. Nem tudom, a jelenlevők vannak-e úgy, mint én, hogy imádkozás közben különösen is jönnek az elterelő gondolataim, de nagyon tetszett az a gondolat, amit valahol olvastam, hogy ilyenkor ne azon bánkódjak, hogy jaj, már megint elterelődött a gondolatom, hogy vagyok hálát azért, hogy most észrevettem és vissza tudom terelni a gondolataimat jó irányba, az Úr felé. Igen, a gondolatainkat, az értelmünknek ezt a részét, ezt mi határozzuk meg, felelősségünk van ebben, és erre utal is határozottan jelzi Pál, hogy mik azok, amik közül a mi gondolataink kurogjanak, annak érdekében, hogy örömünk és békességünk legyen, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Hogyha a pletyka és a rossz hír közvetítése, hogy ezek helyett jó hírt, az örömhírt vihetjük, dicséretet mondhatunk, akkor ott lehet a békesség a mi szívünkben. És rövidesen befejező gondolataimhoz érkezve még két apró megjegyzés, ami feltűnt nekem ebben a szakaszban most, hogy a mi atyánkból is jól ismert bocsánat kérés esetében ott is feltételhez szabja az Úr, hogy ahogy mi megbocsátjuk másoknak, ahogy még te is úgy bocsásd meg nekünk. Itt is a békességnek a lehetősége is közvetetten, de feltételhez van szabva. Az egyik feltétel, amit itt kiolvastam én most, hogy a szíveteket és gondolatokat is megőrzi, a Krisztus Jézusban. Jelenti ez persze azt, hogy a Krisztus Jézus által, de azt is jelenti, hogy az én gondolataim a Krisztusra fókuszáljanak, és akkor lehet meg és maradhat meg ez a békességem, ha Krisztus felé irányítom a gondolataimat. És a 9. versben, amiket
tanultatok is, hallottatok, láttatok is tőle, én tőlem, azokat cselekedjétek. Mintha ez is feltétel volna, és arra utalna, hogy ez a békesség sem hullik az önünkbe, hanem meg kell tanulni az Úrra, figyelni az Úr igéjét, tanulmányozni, és a hallottakat és látottakat, minket az apostoloktól elindítő gyakoroltunk, azt megtartsuk, így lehet velünk a békesség Istene, ahogy itt befejeződik ez a 9. versnek a gondolata, azokat cselekedjétek, és a békességnek Isten veletek lesz. A békességnek az Istene az adja számunkra a békességet. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, ami minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézus.